A Magyar Kickbox Szövetség egy évvel ezelőtt indította el programsorozatát, miszerint a szövetségi kapitányok az ország több pontján szerveznek nyílt edzéseket. Az esemény városunkban a Makó Budó Klub kickbox szakosztályának meghívására érkezett. Az edzést pedig a makói születésű Olasz Attila tartotta, aki elsősorban irányt mutatott a technikai módszerek alkalmazására és végrehajtására. Igazából szeretném megmutatni a vidéki kluboknak azt, hogy mi az irányvonal, mit kell képviseljünk a nemzetközi mezőny felé, hova kell felhoznunk az utánpótlásunkat, hogy továbbra is bent tudjunk maradni az élvonalban, ahogy jelenleg ugye bent vagyunk. A 2 órás intenzív edzésen közel 50 fő vett részt. A házigazda mellett jelen volt a Makó Búdó Klub tékvándó szakosztálya, valamint érkeztek Szegedről, Hódmezővásárhelyről és Mindszentről is. A tréningen nem csak a diákok, de az edzők is tanultak. Ennek fontosságáról Makó János beszél stábunknak. Versenyidőszak van, és ugye a versenyzés, főleg a válogatottnak, mert lesz a felnőtt válogatottnak a világbajnokság jövő hónapban, ami az edzőknek is iránymutatás mutathat ebbe a szakákba, hogy milyen irányba lehet fejleszteni esetleg a versenyzőket. A küzdősport a férfiak mellett a nők körében is egyre jobban kezd elterjedni. Kovács Laura Fanni 2 évvel ezelőtt csatlakozott a klubhoz, és nemrégiben szerezte meg bronzérmét a macedóniai Európa-bajnokságon. A szombati edzést már nagyon várta. Nagyon tetszik, hogy ilyen sokan vagyunk, több emberrel is, kipróbálhatom magamat, akkor sok technikát lehet tanulni. Jó. A Makó Búdó Klub versenyről versenyre jár, amely a jövőben sem fog változni. Februárban 3 egymás utáni külföldi megmérettetésen is részt vesznek majd.